Nekem sokkal több időt kell átszánom arra, hogy mondjuk megtanuljak egy dolgot, de attól még ugyanúgy meg tudom tanulni, és ugyanúgy úgy meg tudom csinálni, mint a többiek. A Pécsi Tudományi Egyetemen programtervezeti informatikus szakon tanulok. Diszlexiával és diszgráfiával küzdök. Írással ma van a legtöbb probléma, amit néha olvashatom egy kicsit, és igazából ebből adódnak problémák, hogy néha a tanárok nem tudják olvasni, és meg néha kicsit lassabban tudom megcsinálni a dolgokat, többet kell kellett gondolkodnom. Eisner Tilma talán vette észre, nekem van ilyen probléma, amikor újra közben járkált körbe a diákok között, és ugye mindenki engedte, hogy mit ír, és akkor látta, hogy nekem az írásom nem olyan szép, és ugye mivel neki is van egy ilyen fia, ilyen problémái vannak, ezért észrevette, hogy nekem is ilyen problémám van, és ő segített nekem ebben, hogy sikeresen teljesítem a kurzust, és igazából bátorított, hogy ne adjam fel a céljaimat. Barnabás logikából tanítottam, és mikor láttam a kézírását és a munkáját, akkor vettem észre, hogy ő is ilyen diszgráfiás tüneteket mutat, és akkor fölhívtam a figyelmét arra, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy hogyan tudja elérni, hogy a kedvezményeit érvényesítse. Családi érintettségem van, a saját gyermekem is diszgráfiával küzdött, vagy küzd, és ezen kívül 2009 óta matematikai tehetséggondozó foglalkozást szervezek, és ennek keretében több olyan más területen nagyon kimagasló tehetséggel találkoztam, aki valamilyen szinten tanulási nehézséggel küzd. És egyrészt azt gondolom, hogy néhol maguk a gyerekek és a szülők is feladják a küzdelmet, hogyha valami tanulási nehézség van. És én mindig példát szoktam mondani a saját gyermekemmel, akivel mi ezt nem adtuk föl a kisgyerek korában a küzdelmet, hogy nem szabad ráhagyni, hanem küzdeni kell. Tanulás mellett én másfél évvel elkezdtem dolgozni, és jelen pillanatban egy budapesti cégnél dolgozok. Igazából amire vágytam az élet célom, hogy programozó lehessek, azt ott ki tudom teljesíteni.